Egy nagyon furcsa kérdés, ami ennek az előadásnak a címe. Hogyan enyém, amin van? Az emberek ezt általában nem szokták megkérdezni. Inkább fordítva kérdeznek, hogyan lehet enyém, ami nem az enyém? Miért teszem fel ezt a kérdést? Mert baj van a tulajdonnal. Nem az a gond a tulajdonnal kapcsolatban, hogy nincs, vagy kevés van. Ez is egy gond, ezért is sok mindent teszünk. Nem is az az igazi baj, hogy igazságtalan a javak elosztása, ez is igaz, ezért is sok mindent kellene tennünk. De az igazi problémánk egy kicsit mélyebben van. Nem azt tudjuk igazán jól érteni, hogy milyen is a világ, hanem nagyon sokszor azt nem tudjuk megérteni, hogy hogyan tartozik hozzám ez a világ. És valahol itt van a tulajdonnak is az alapvető kérdése. Amikor gyerek voltam, fennen hirdették, hogy minden rossznak az a gyökere, hogy van magántulajdon. Tehát akkor lesz boldog a világ, amikor már nem lesz magántulajdon, hanem csak köztulajdon, és amikor mindenki majd eljön a kommunizmus, és mindenki majd a szükséglete szerint vesz, igénye szerint vesz, és mindenki úgy dolgozik, hogy minden igényt ki lehessen elégíteni. Ez egy szép álom volt, ez az álom sose valósult meg, és sose valósulhat meg, és szerte foszlott. Aztán rájöttünk arra, hogy ez a köztulajdon, ez az a közös ló, aminek tudják milyen a háta. Ezt a köztulajdont úgy kezdték használni, hogy mindenki amennyit csak bírt, és amennyit nem szégyelt, ebből a köztulajdonból megpróbált eltulajdonítani. És azt gondolták az emberek, hogy a világ egy olyan bank, amiben nem kell betenni, csak kivenni lehet. Ez a rablóknak a logikája. Mivel rájöttek arra, hogy ez így nem egészen megy, ezért kitaláltak egy köztes fogalmat, ez a személyi tulajdonnak a fogalma. A személyi tulajdon az a mindennapi használati tárgyak köre, azok az eszközök, amik az egyén életére valók. Csak az lett az érdekesség, hogy ez a személyi tulajdon egyre jobban dagadt. És egyre jobban olyan tárgyakat is, dolgokat is belevettünk, amik termelőeszközök, ahogy régen mondták, és egyre jobban az ügyeskedés uralkodott el, és ebből jött létre az, amit úgy hívunk, hogy frigider szocializmus, vagy lángosütő szocializmus. Mindenki kapart magának, és a köz egyre jobban bomlott, romlott. Mind a két tulajdonforma rossz volt. Erre azt mondták az emberek, hogy akkor vissza kell térni a magántulajdonhoz. És elindult egy új társadalmi mozgás, hogy mindenki vagyon gyűjt. Az lett a becsület és dicsőség dolga, hogy kinek mennyie van. Ezért státuszszimbólum lett a tulajdon. Többé már nem autó kell, hanem autó márka kell. Többé nem mobiltelefon kell, hanem mobiltelefon márka kell. Ugye hirdetés van, hogy szégyelni kell a működő mobiltelefont, mert az nem a legmodernebb márka. Ezzel még messzebb kerültünk a valóságtól. Mert valahol a tulajdon lényegét nem értjük. Mi ennek az igazi oka? Az értetlenségünknek valahol ott van az oka, hogy van olyan, hogy közös emberi tulajdon. És ezt a közös emberi tulajdont veszítettük el. És ez a közös emberi tulajdon rúg vissza nagyon keményen, újra és újra. Gondoljunk csak meg, miközben hajszoljuk, hogy több autó legyen, közben a levegőszennyeződés nő. Ha nő a levegőszennyeződés, akkor ugye hozunk modernebb típusokat, de a modernebb típusok is a levegőt szennyezik. Erre kilukad az ózonpajzs, erre megváltozik az időjárás. És mindez azért van, mert valahol a mélyen ott van az önző ember. De mi az, hogy önzés? Hát nem kell nekem autó, nem kell nekem mobiltelefon, nem kell nekem ilyen-olyan-amolyan 21. századi státuszszimbólum. Valahol a gondolkodásban van megint a baj. És ezért lett sorskérdésünk a tulajdon.
nem az ebben a sorskérdés, hogy van-e vagy nincs, hanem az, hogy amin van, az hogyan az enyém. Vajon része van a tulajdonomban a másiknak is? Vagy része van a tulajdonomnak a saját hosszú távú érdekeimnek is? Nagyon sokszor úgy vagyunk, hogy nem emlékezünk arra, hogy amink van, azt kölcsön kaptuk a jövőtől. Vagy nem emlékezünk arra, hogy amink van, abban mindig része van a másiknak is. Valahol nem értjük a igeragozást, az enyém, tied, övét. Egyre jobban az csak az enyémet használjuk, és a miénket azt elfelejtettük. A többes számot elfelejtettük. Hogy bármink van, az többes számban a miénk. Vajon tudunk-e szolgálni azzal, amink van? Amikor diák voltam, akkor azt tanították nekünk, hogy ha a tulajdonviszonyok megváltoznak, ennek kapcsán megváltoznak az emberek. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy öntudatos emberek legyenek, mondta a kommunizmus, akkor ezt úgy kell csinálni, hogy el kell venni az emberektől, amiük van, és ha nem lesz már tulajdonuk, magántulajdonuk, akkor az emberek egyszerre csak a köztulajdont akarják. Ez az óriási tévedés ma is él. Bár a gazdasági rendszer régen összeomlott, politikai rendszer régen összeomlott, de az emberek fejében ott van egy alapvető tévedés. És ez az alapvető tévedés így fogalmazható meg. Ha megváltoznak a külső körülmények, akkor megváltoznak az emberek, és ez nem igaz. Ha megnézzük, akkor akár gazdasági életben, akár a mindennapi életünk apró kicsi dolgaiban is. Mi számtalanszor törekszünk arra, hogy olyan helyzetet teremtsünk, hogy megváltozzanak körülöttünk a körülmények. Beszélünk mondjuk a környezet szennyeződésről. Ó, igen, a környezet szennyeződés ellen tenni kell. Még tüntetni is elmegyünk. Még élő láncot is alkotunk a környezet védelmében. És amikor az élő láncból hazamegyünk, akkor nem gondoljuk végig azt, hogy ezt a rengeteg plakátot, amit szétszórtunk, azt össze is kellene szedni, vagy tisztaságot kellene teremteni, vagy még előbb megyek. Az a rengeteg plakát abba került, hogy erdőket írtottak ki. Nagyon érdekes, hogy a papír 1%-át használjuk könyvre ma a világon, és ennek a jelentős többségét vagy csomagolóanyagnak, vagy reklámanyagnak fogyasszuk el. És közben az erdők pusztulnak. Nem látjuk azt, hogy hogyan nem jém, amin van. Eszembe jut, hogy fiatalabb koromban nagyon sokat kirándultam. És a kirándulás itt a budai helyekben úgy megy, hogy megy az ember, eléri az utolsó villamos vagy busz megállót, és akkor elindulunk gyalog, ott vannak a kiskertek. A kiskertek világa nagyon érdekes. Amikor úgy kizsendül a tavasz, akkor minden kiskertbe sorbálnak a virágok, nyílnak a tulipánok, a tulajok nagyon büszkék, hogy az én tulipánom két nappal előbb nyílt, mint a szomszédomé. És minden kert jól fésül, gyönyörű. De mi van a kerítésen kívül? Az ott lévő utakon, ösvényeken derékig áll a gaz, a gyom, a szemét, a törmelék, és arra már nem gondol senki, mert az én kis lekerített kertem rendben van. A magántulajdon elve bennünk van, a közös tulajdonra ezért nem vigyázunk. Ebben az ellentmondásban tud-e valamit mondani a Biblia? Hiszen, hogyha ezen változtatni akarunk, ezen az önpusztító dolgon, hiszen a környezetünk tönkre megy, kilukad az ózonpajzs, és lehetne sorolni tovább a környezetvédelem ezer-ezer tragédiáját, vajon mit mond ezzel kapcsolatban a Biblia? Hogyan enyém, amin van? Mert valahol a tulajdonosi szemléletnek kell bennünk megváltozni ahhoz, hogy a világ megváltozzék. Ha ez nincs, ez a szemléletváltozás nincs meg bennünk, akkor reménytelen a helyzetünk. És éppen ezért kell ezzel egy kicsit mélyebben foglalkozni. Egy nagyon meglöbbentő mondatot mondok először.
A Biblia nem a magántulajdon alapján áll. Ugye megdöbbennek ezen. Nem is a köztulajdon alapján áll. Hanem a Bibliának van egy alapelve, amit a 24. Zsoltár első verse így fogalmaz meg. Az Úré a föld, és annak teljessége. Ezt a Zsoltár verset nagyon sokszor félremagyarázzák. Nagyon sok olyan értelmezést hallottam, hogy ezért, aki hívő, annak semmiféle anyagi gondja, próbája, betegsége, stb. Rossz az életében nem lehet. Mert ha én az Úr szövetségese vagyok, akkor Isten csak minden jóval ellát. Mint hogyha az Isten is olyan rossz szülő lenne, hogy tejbe vajva fürözti a gyerekét, és nem tanítja meg küzdeni az életben. Mert abból a gyerekből sose lesz igazán ember, akit tejbe vajba füröztenek, kényeztetnek, mert nem tanulja meg az állóképességet. Tessék megnézni, ez a természet világának is az alapvető törvénye, hiszen hogy tudjuk legyőzni a betegségeket? Úgyhogy ellenálló képességet teremtünk. Na most, hogyha egy teljesen steril környezetben felnő egy gyerek, és bekerül az óvodába, akkor mi történik? Ő lesz elsőnek beteg, mindenféle betegségen át kell esnie ahhoz, hogy az immunitást megszerezze. És ez így van mindennel. Mit jelent akkor ez, hogy az Úré a föld és annak teljessége? Ez azt jelenti, hogy Isten ennek a teremtett világnak a tulajdonosa. Isten az én tulajdonosom is. Ezért mondja a Biblia azt, hogy mi Isten szolgái vagyunk mindnyájan. Az Úré a föld és annak teljessége, ez azt jelenti, a természet világa is az övé. Na de hát, azt mondhatja valaki, hogy Isten nekünk embereknek teremtette ezt a világot. Azt mondta Isten a Biblia első lapján, hogy uralkodjatok a föld minden javain, az égmadarain, a tengerhalain, az állatokon, a növényeken. Isten uralmunk alá rendelte a világot. Akkor ez a kettő hogy van együtt? Az Úré a föld, és mi nekünk kell uralni ezt a földet. Mit jelent vajon ez a szó, hogy uralni? Sok ember az uralás fogalma alatt valami önkényességet ért. Ezt az uralást sokszor úgy szokták mondani, hogy azt csinálok a világgal, amit akarok. Tényleg? Ezt csinálhatom a világgal, amit akarok? Nagyon hosszú ideig így gondolták ezt az emberek. És aztán rá kellett jönni arra, hogy ha én azt csinálok a világgal, amit én akarok, az én bűnös akaratommal, ez a bűnöst egy kicsit változtassuk meg, mert ezt azt hiszem, hogy a bűn szó, mi mást értünk, mint a bibliai korban, inkább úgy mondanám, hogy az önző akaratunkkal, akkor magam alatt vágom a fát. Mert tönkre megy a világ, és benne az a tér, amiben nekem élni kell. Akkor hogy kapcsolódik össze ez a két fogalom? Az Úré a föld, és uralkodjatok. Van egy bibliai kulcsfogalom, ez a kulcsfogalom, amit Jézus is használt, és a kortársak nagyon jól értették, ma már kevésbé értjük, ez a szó a sáfár szó. A sáfár alatt ma mindig valaki valamilyen vállalati igazgatót ért. Nem egészen ez volt a sáfár. Vagy valami jószágkormányzót ért. Nem egészen ez volt a sáfár. A sáfárság rendszere Palesztinában nagyon elterjedt gazdálkodási mód volt. Ki is volt a sáfár? Az ókori keleten, különösen Palesztinában, az első században elég sok gazdag ember volt, aki jelentős földbirtokkal rendelkezett. Például Galilea az nagyon jól, belterjesen művelhető vidék volt, hatalmas olajfaligetek voltak, füge ligetek voltak, és ezek mind-mind jól eladható áruk voltak. Na most ezeknek a gazdag tulajdonosai régen nem éltek Galileában, hanem nagyon sokuk Rómába élt, nagyon sokuk valahol külföldön élt, és élvezte a birtokának a gyümölcsét. Akkor viszont kivezette a birtokot. Erre mondhatjuk azt, hogy a sáfár. Ki volt a sáfár? A sáfár olyan valaki volt,
aki a gazda megbízottja volt. A gazda minden döntési jogot a birtokkal kapcsolatban átruházott a sáfárra, ahogyan Isten is az emberre ruházta a döntési jogot. Ez jelenti az uralkodni. Az ember eldöntheti, hogy él vagy visszaél ezekkel a javakkal. A sáfár is eldöntette, hogy él vagy visszaél a javakkal, de minden sáfár tudta, és azóta is minden sáfárnak tudni kell, hogy valahol ezzel a döntési joggal el kell számolni. És ez az elszámolás, ez nem más, mint az, hogy Isten megkérdezi tőlem, hogy a nekem adottal, amit én tőle kaptam, hogyan gazdálkodtam. Jézus példázata az egy talentumos szolgáról nagyon szépen mondja ezt, vagy a kétféle szolgáról, ami Máté Evangélium a 24. fejezetének 45. versétől található. Nézzük meg ezeket a példázatokat egy kicsikét közelebbről. Mert ebből azt is meg lehet tudni, hogy a sáfár azért nem önkény úr volt, nem despota volt. Mi volt a sáfárnak a kötelessége? Két nagyon fontos kötelessége volt. Ha mindig kész akart lenni a számadásra, már pedig nem tudta, hogy az ura mikor jön meg, és mikor kéri számon őket, az egyik az volt, hogy a rábízott lehetőségeket kamatoztassa. Ez személyes érdeke is volt, hiszen a sáfárnak az volt a fizetsége, amit a kialkudott béren felül termelt a birtokon. Na most, ez egy kísértést hordozott magába. Mi van akkor, hogyha a sáfár kizsákmányolja a birtokot? Ütni, verni kezdi az embereket, hajszolni, és a kialkudott rend szerint újra és újra többet akar kapni a közösből, mint amennyi őt illeti. Ha kizsákmányoló lesz a sáfár, egy szóval. Akkor is a számadáskor ezért is felelni kellett. Az ura két okért marasztalhatta el. Vagy azért, mert kizsákmányolta a birtokot és a birtokon dolgozókat, vagy azért, mert nem csinálta azt, amit végezni kell. Így vagyunk mi is sáfárai a jó Istennek. És Jézus Krisztus pontosan azokban a példázatokban, amiben az ő második eljövetelére való várakozásról beszél, beszél többször a sáfárokról is. Ha most odafordítunk a Bibliánkban Máté Evangélium a 24. fejezetéhez, akkor ez a példázat, ami itt található, ez egy nagyon érdekes dolgot mond el. Ugye Jézus Krisztus először ugye elmondta a tanítványoknak ezt a példázatot, és az evangéliumon keresztül ez a példázat újra és újra szól a keresztényekhez, de különösen hozzánk ma élő keresztényekhez. Ez a példázat, ami Máté Evangélium a 24. fejezetében a 45. verstől található, egy nagyon érdekes kérdőformájú példázat. Egy kérdést tesz fel felénk ez a példázat. Ki tehát a hű és okos szolga, mondhatjuk azt, hogy sáfár, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy adja néki az eledelt idejében. Ez egy nagyon érdekes szempontjára utal rá a sáfárságra. Mi nem csak az anyagi javainkkal vagyunk sáfárok, hanem az anyagi javaink azok mindig összekötetésben vannak a másik emberrel. Mert a Biblia tulajdon fogalmában az is benne van, hogy ami az enyém, azt az Istentől kaptam, és Istentől azért kaptam, mert van egy másik ember, akinek része van abban, amit én kaptam. Ez egy kicsit így bonyolultnak tűnik, de hogyha az egyszerű élet igazságot végig gondoljuk, akkor ez így van. A Schuster nem csak magának csinálja a cipőt, amikor még Schuster csinálta a cipőt, és nem cipőgyár, hanem azoknak a vevőknek, akik benne bíztak. Sose fogom elfelejteni,
Békés Csabán voltam lelkész valamikor 72-ben, amikor egy idősebb szabómester, a gyülekezetnek az egyik oszlopos tagja, egy május 1-e előtt, amikor kivonulásra készült a város akkori arisztokráciája, ugye a pártitkár, a tanácselnök, hozzá rohantak mind, hogy új ruhát csináltassanak erre az ünnepre, mert állítólag a miniszter is lejön erre az ünnepére. Szabó mesterünk, aki derék hívember volt, éjjel-nappal dolgozott, hogy megfelelő minőségű, gyönyörű ruhát csináljon. Kiváló mester volt, ezért jöttek hozzá. És a nagy hajtásba, hogy időre meglegyen, bizony felmondta a szíve a szolgálatot, infarktust kapott, a mentő szirénázva elvitte, befektették az intenzív osztályra, bedugták a szokásos csöveket az érrendszerébe, és másnap május 1-e. Már hallatszottak a megafonokból a mozgalmi dalok, amikor az öreg azon törte a fejét, hogy vajon hogy áll a ruha az én vevőimen? Vajon jó lett-e? Vagy nem ráncos-e a zakó háta? Vajon jól takarja a zsebfelhajtóka a zsebet? Miközben ezen spekulált, és egyre jobban érezte magát, fogta magát, kiúszta magából a csöveket, amikor a nővér nem figyelt, kiosont a korteremből, egy fürdőköpenyt magára terített, és elrohant megnézni a kivonuláson a ruháját. Nem érdekelte őt a szónoklat, a mozgalmi dal, a nagy helyehúja, még a Laci konyha se érdekelte ezen a felvonuláson, egy érdekelte a ruhája. Persze pánik lett a kórházban, hogy eltűnt egy beteg. Mindenki kereste, az összes betegápoló rohant. Mikor megtalálták, ugye fürdőköpenyben hamar feltűnt, május 1-én, megtalálták és visszacipelték, akkor a főorvos nagyon leszitta az öreget, és azt mondta, hogy csinálhat ilyet Gyuri bácsi? És az öreg mondott egy csodálatos mondatot. Tudja, főorvos úr, nekem olyan fontos, hogy a ruhám jó legyen, mint az életem. Ma azért van baj a tulajdonnal, mert az ilyen gondolkodású emberek hiányoznak. A sáfárok. Nézzük csak, itt arról van szó, hogy ki tehát a bölcs szolga. Aki azért rendelt a szolgái fölé az úr, hogy adjon neki eledelt a maga idejébe. És azt mondja, boldog az a szolga, akit ilyen munkába talál, ura, amikor megjön. A mi igazi istentiszteletünk az nem csak a templomba folyik. Az igazi istentisztelet az nem más, mint a mindennapi kötelesség teljesítés hálával a szívünkben, a fele barátaink javára és áldására. Ez az életszentség. Egy 19. századi nagyon híres kegyesség történetileg is jelentős író, E.G. White, azt írja, hogy az életszentség nem más, éppen az egytalentumos szolga kapcsán, mint mindennapi kötelességeink örömteli teljesítése fele barátaink javára és áldására. Vagy Luther Márton azt mondja, hogy én akkor tisztelem igazán Istent, hogy ha én bocskorkészítő vagyok, akkor olyan bocskort csinálok, amit Jézus Krisztus is a lábára venne. Vagy hogyha utcaseprő vagyok, vagy cselédlány vagyok, akit egy szobatakarításával, vagy egy utcatakarításával bízott meg, akkor én úgy takarítok, mintha az Úr Jézus Krisztus lakna abba a szobába, vagy járna azon az utcán. Valahol itt a munkához való viszonyunkban van baj. Mert, ez a példázat tovább azt mondja, ha pedig a gonosz szolga így szólna a szívében, késik az én uram, és szolgatársait verni kezdeni, és egyedül lenne, és innen a részegesekkel, megjön annak a szolgának az ura azon a napon, amelyen nem várta, és abban az órában, amelyen nem is gondolta, és akkor ketté vágják, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Ugye ez a nagyon kemény ókori képet használja Jézus, amit nagyon sokszor közmondás szerűen használtak Jézus idejében. És mi ennek a tanulsága? Hogy Isten számon kéri rajtam azt, hogy én hogy viselkedek az anyagi javakkal,
hogy én vajon helyesen használom-e azokat a javaimat, amik vannak, amit a következő példázat, ugye a 25. fejezetben található 14. verstől olvasható talentumok példázata mond, azt helyesen használom-e, vagy nem? Számon kéri rajtam az anyagi javaimat, és számon kéri azt, hogy én ezzel mennyire álltam. Én úgy gondolom, hogy ez az etika, hogy amin van, abban része van a másiknak is. Ez az etika oldja meg az anyagi kérdés igazán a mi életünkben. Mert nem az az igazi kérdés, hogy mennyim van, hanem az igazi kérdés az, hogy én ezt hogy használom. Érdekesen viszi tovább ezt a témát a talentumokról szóló példázat. Itt van egy úr, akinek nagy vagyona van, hiszen egy talentum az 32 kilónál több aranyat jelent, és ezt a talentumot, mivel ő messze útra utazik, szétossza a szolgái között. De ebben az az érdekes, hogy nem egyformán ad. Mert jól ismeri Isten, hogy ki mire képes. Vannak egy talentumos emberek, vannak öt talentumos emberek. Ez nem egyszerűen a tehetséget jelenti, hanem az összes képességemet. A talentum az képesség. Képesség 10 perc idő. Képesség például az, hogy valaki nagyon jól tud kapcsolatot építeni a másikkal. Képesség az, aki derűsen szemléli a világot, és kedvre tudja hangolni a bús embereket. Képesség az, hogyha valakinek valamilyen széphez való érzéke van, szépen tud énekelni, szépen tud verset mondani, jól tud írni. Ezek mind-mind képességek. Ezeket a képességeket Isten különbözőképpen ossza el. De minden képességnek van egy logikája. Én kaptam a másikért. És ez a logika ebben a példázatban is érvényesül. Mit csinál az öt talentumos szolga? Fogja az öt talentumát, és elmegy, és kockára teszi. Elkezd vele használni a többinek. Fölváltja, és nem megőrzi magának, hiszen az uramtól kaptam, és ezt vissza kell adnom, hanem azt mondja, ez a talentum akkor él, hogyha ezt felváltom, kamatoztatom. Mit jelent a kamatoztatás? A kamatoztatás azt jelenti, hogy a másik érdekében használom. Ugyanígy csinál a többi szolga is. De van egy talentumos szolga. Ez az egy talentumos szolga másképpen gondolkodik. Azt mondja, hogy a kockáztatás az veszélyes, hiszen bukni is lehet. Ezért hát, mivel félek az uramtól, mondja is később itt a példázatban az úrnak, amikor számon kérő, ő is tudtam, hogy olyan ember vagy, aki ott is kérsz, ahol nem adtál, és te egy kegyetlen kényúr vagy. Ezért gondosan, pontosan elássa a talentumot, vagyis nem használja a másikért azt, amit kapott. Mi lesz ennek a következménye? Váratlanul visszajön az úr. Mindig így szoktak az urak visszajönni számadásra. Az öt talentumos hozza az öt talentumát és azt az ötöt, amit vele nyert. Az ura megdicséri. Ugyanígy a többi is. Mit tesz az egy talentumos szolga? Az egy talentumos szolga gondosan kiássa a földből ezt az egy talentumot, hiszen a föld volt az a trezor, amiben a legbiztonságosabban meg lehetett őrizni valamilyen kincset. Biztos megpucolja a földtől, kicsit kiszidolozza, kifényesíti, és oda teszi az ura elé. És az ura nincs megelégedve vele. Pedig ez az egy talentumos szolga nem tékozló volt. Ez az egy talentumos szolga egy nagyon böcsületes, nagyon precíz ember volt, csak jót lehet róla mondani. Akkor viszont az ura miért ilyen keményen ítéli el ezt az egy talentumos szolgát? Mert a talentumnak mindennek, ami az úré, és az úré az egész föld és annak teljessége a Zsoltár szerint, mindennek, ami az úré, akkor van értelme,
ha én a másik emberért adom. Ez a sáfárság alaptörvénye. De vajon ezt a törvényt hogy biztosította Isten? Ez a törvény hogy érvényesült a mindennapi életben, a Biblia egészében? Valahol a gyökere ott van a teremtésnél. Nézzük csak! Isten megteremti a teremtett világot. Nagyon érdekesen. Egy kertet ültet, így mondja Mózes első könyvének második fejezete. Ebben a kertben vannak fák, gyönyörű, folyóktól öntözött kert, ez a kert. Nem hiába hívjuk azt, hogy úgy, hogy Éden kertje, és az elveszett Éden után vágyakozunk azóta is. És ez a kert az ember tulajdona. De mit jelent az, hogy tulajdon? Tulajdon azt jelenti, hogy a másiknak ez semmi köze. Hogy nehogy ezt gondolja az ember, Isten az ember szabad döntésére bízza azt, hogy hogyan él a neki adottal. És éppen a szabadságon biztosítása érdekében feltételeket épít ebbe a kertbe is. Visszakér egy fát. Ez a jó és gonosz tudásának a fája. Erről a fáról Ádám és Éva nem ehetett. Miért nem? Mert Isten ír így. Vagy azért, mert az Istennek éppen kellett ez a fa. Ha kellett volna neki ilyen fa, akkor biztos teremt egy más világot, beülteti ezzel a fával, és így tovább. Ez a fa értem van. Mert ez a fa a sáfárság elvének a nagy tanítója. Tied az egész kert, de ennek az egy fának a tiszteletben tartásával fogadod el az én kezemből ezt a kertet. Gondoljunk csak az első szolgára, akiről Jézus a példázatban beszélt. Az azt gondolta, hogy ha elmegy az ura, akkor az enyém, amin van, együtt eszem és iszom a részegesekkel, verni kezdem a szolgatársaimat, nem érdekel, én vagyok a főnök, majd csak lesz valahogy. Tehát kapott valamit ez a szolga, és a kapottal visszaél, mert azt nem érti, hogy amilyen van, abban része van a másiknak is. Amilyen van, az kamatoztatni kell a másikért is. Amilyen van, azzal nem csak elszámolni kell, hanem avval használni kell. Ez az elv lényegében a kísértés tárgya lett. A kígyó ráveszi, és a kígyón keresztül a sátán. A diabolosz. Nagyon érdekes ez a görög szó, mert azt jelenti, hogy össze-vissza hányni, össze-vissza dobálni, az összekúszáló. Ráveszi az embert, hogy ennek az egynek a gyümölcsével tagadja meg a többit. Az első pillanatra nézzük, ez egy nagyon rossz üzlet, nem? Egy fáért odaadni egy egész kertet. Mert nagyon sokszor a tulajdonnak van ilyen illúziója. Én azt gondolom, hogy én különb ember vagyok, hogyha különb kocsim van, különb ember vagyok, ha külön mobiltelefonom van, különb ember vagyok, hogyha ezem azon más, ugye, ahogy szokták mondani, ha trendi. Holott nem erről van szó, nem ez az ember értéke. Vajon Isten kezéből fogadom el a kertet? Vajon tudom azt, hogy amin van, azzal úgy vagyok felelős, hogy én kaptam a másikért, és azzal kell felelnem, hogy kamatoztatom? Még az idővel is így van, mert ugye a múlt alkalommal láttuk azt, hogy Isten az időmnek is az egyhetedét visszakéri. Nem azért, mert neki kell ez az egyheted, hanem azért kéri vissza, hogy én mindig tudjam, hogy tőle függök. Mindig tudjam azt, hogy én nem egyszerűen tulajdonos vagyok, hanem sáfár vagyok igazán. De nézzük csak! Ez továbbiakban is úgy van. Amikor Ábrahám legyőzi azokat a rabló csapatokat, amelyek Sodomát és Gomorát, Lótnak a hazáját kifosztották,
akkor ő nem zsákmányt kér, mert tudja azt, hogy nem a maga erejével győzött. Nem ő a tulajdonos, nem ő a győztes. Visszaadja az ellopott javakat mindenkinek. A szolgáit is kifizeti. És a zsákmány egy tized részét visszaadja tizedgyanánt az Istennek. A tized az nem egyszerűen egy elvont összeg a kultuszra. A tized valami más. Annak az állandó elismerése, hogy amin van, legyen az pénz, vagy bármilyen anyagi jó, az nem az enyém. Pontosabban én vagyok a sáfára. Nekem kell valamit vele tenni. Engem kérnek számon érte. Az én felelősségem, hogy helyesen éljek vele. De az Úré a föld és annak teljessége. Ez is az Úré. És én ezzel tartozom szolgálni másoknak. Én ezzel tartozom úgy Istennek, hogy a kedvezményezett az a másik ember. A mai életben azért van baj az anyagiakkal. Mert mi úgy gondoljuk, hogy egy helyes tulajdonformát kellene találni. Gondolkodunk a köztulajdonban, gondolkodunk a magántulajdonban, gondolkodunk ilyen-olyan amolyan gazdasági szankciókon, gondolkodunk helyes adópolitikába, bíráljuk a rossz adópolitikát, és így tovább. És azt gondoljuk, hogy így a világon mi úrrá lehetünk. Ugyanakkor meg azt kell észrevenni, és ez a tragikus, hogy mennél jobban úgy gondoljuk, hogy a világot jól berendezzük, annál kevésbé bír bennünket el a világ. Tönkretesszük a világot, a természetet, tönkretesszük a társadalmat, tönkretesszük az életünket. És hogyha végignézzük a háborúk okait, vagy végignézzük a természet károsodásának ezer riasztó jelét, akkor mindig az emberi önzéshez jutunk. A kórokozó bennünk van. Ezért sorskérdésünk a tulajdon. Vissza kellene oda jutni, hogy mi sáfárok vagyunk. Mi, amit kaptunk, valamiért kaptuk. És ez a valami, ez ott van elrejtve körülöttünk, nem csak a világban, a másik emberben, a társadalomban. És ez nem egyszerűen azt jelenti, hogy a koldusoknak adok, hiszen, ha már itt tartunk a koldusság kérdésénél, a koldusnak nem pénzre lenne szüksége, hanem a munkaképes koldusnak munkára lenne szüksége. A beteg koldusnak gyógyításra lenne szüksége, nem pénzre. Szeszre átváltható pénzre, így is lehetne mondani. Kábítószerre átváltható pénzre. Hanem emberre lenne szüksége. Ahogy a 38 éves betegnél is Jézus azt mondta, hogy nincs embere ennek az embernek, és én leszek az embere. A világot nem kívülről kell megváltoztatni, nem a gazdasági rend változtatja meg a világot. Bármennyire népszerűtlen ez, de ki kell mondani. A világ megváltozásához az én megváltozásomra van szükség. Arra van szükség, hogy én legyek más. Én ne olyan legyek, mint amilyen vagyok. Ne önző legyek, hanem tudjam, hogy az Úré a föld és annak teljessége. És ezért kell megkérdezni újra és újra, mindig, hogy hogyan enyém, amin van. Adja Isten, hogy erre a kérdésre mindig helyes választ tudjunk adni. Köszönöm a figyelmüket.